Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László, evangélikus lelkész vagyok, és önök a KUT című műsorunkat látják itt a Pax Televízióban. A mai egy felvett adás, ezért kérem önöket, hogy ne telefonáljanak, bár soha egyetlen adásnál sem vágytam arra ennél jobban, mint most, hogy minél többen telefonáljanak, és minél többen érezzék úgy, hogy ennek az adásnak a hatására szeretnének megváltozni, szeretnék megváltoztatni az élethelyzetüket, és mindazt, amiben vannak, mindazokat a nehézségeket, mindazokat a fájdalmakat szeretnék letenni, és szeretnének új életet kezdeni. Mindazok, akik az elmúlt héten velünk voltak, azok egy nagyon jó beszélgetést hallhattak élőbe Zámbori Soma színművésszel, aki szinkronszínész is, és a Névtelen Utak Alapítványnak az egyik arca. Ő mesélt már akkor erről a szolgálatról. Ma tovább folytatjuk ezt a beszélgetést. A 4 év alatt, amióta a KUT című műsor megy, ez lesz az első olyan beszélgetés, amikor a kedves tévénézők nem fognak látni minden vendéget, hiszen erre a biztonság miatt lesz szükség, hiszen egy nagyon kényes és nagyon nehéz témáról lesz szó, a prostitúcióról, és azon belül is elsősorban, hogy hogyan lehet az Isten igéjével keresztény emberként prostituáltakat menteni ebből a nagyon nehéz helyzetből. A mai adásban 2 vendégem lesz, az egyik egy hölgy, aki először van itt a műsorban, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Farkas Vivient, aki fotoművészként érkezett, és majd látni fogjuk, hogy hogyan kapcsolódik az ő hitélete, az ő szolgálata, és az Istentől kapott tehetsége ehhez az egész programhoz. És ugyanilyen sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézők számára ismeretlenségbe burkolózó vendégemet, akit most nevezzünk az adás folyamán Lajosnak, aki ebben a szolgálatban végez nagyon fontos feladatot. Isten hozott mindkettőtöket itt a stúdióban. Nagyon köszönöm nektek, hogy elfogadtátok ezt a meghívást. És azt kérem a kedves tévénézőktől, hogy tényleg nagy türelemmel, nagy szeretettel figyeljék ezt a beszélgetést, és én hiszem azt, hogy nagyon sok mindent elő fog hozni az Úristen ebben a beszélgetésben, és nagyon sokak számára szeretne majd menekülést is adni a prostitúcióból, és ezen túl a megaláztatásból és nagyon nehéz élethelyzetekből. A kedves tévénézők megszokhatták már, hogy először a vendégekkel mindig a személyes hitéletükről beszélgetek, így lesz ez most is. Én most Vivienhez fordulok először, merre fele születtél, hogyan találkoztál az Úristennel, hogyan alakult eddig az életed. És köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Én alföldi lány vagyok, Kiskunmajsán születtem. Igazából 14 évesen ismertem meg elsőnek Isten szeretetét. Egy csonka családból származom, ahol utána édesanyám nevelt, édesapámmal tartottam a kapcsolatot. És egy édesanyám elkezdett járni egy közösségbe, ahol van, mivel mindig is nagyon jó barátok voltunk, én mentem vele. Uh-huh. És ott hallottam elsőnek arról, hogy Jézus szeret engem. És mindig is kerestem az élet értelmét, vágytam arra, hogy megtudjam, hogy van-e valami több, mint amin keresztül megyek, hogy érnek fájdalmak, feldolgozom az életem eseményeit úgy, ahogy feldolgozom, de valahogy mégsem működik, és én akkor hallottam másnak arról, hogy Jézus meghalt értem is, hogy szeret, és azt mondtam, hogy ha ez tényleg így van, ha ez nem a vallásról szól, nem arról szól, hogy mit szabad, mit nem szabad tennem, hanem Jézus megismerhető, akkor én szeretném megismerni, és hát életem legjobb döntése volt akkor 14 évesen, hogy azt mondtam, hogy vele szeretném élni az életemet. Hogy kérdezzem meg, hogy 14 évesen mennyire gondolkoztak hasonló módon a kortársait? Foglalkoztatták őt ezek a kérdések, vagy inkább mondjuk milyen a hajuk, vagy a körmük, vagy melyik fiúnak tetszenek? Hát egyáltalán nem foglalkoztatták, sőt engem sem foglalkoztatott korábban. Mindig is egy érzékeny lelkű lány voltam, de ebben az értelemben kilógtam a sorból. Talán amiatt is, mert sok mindenen keresztül mentem, sokkal több mindenen, amiatt, mert majdhogy nem én voltam az egyedüli mondjuk az osztályban, aki csonka családból volt. Uh-huh. És éppen ezért valahogy kicsit másképp gondolkoztam szerintem. Uh-huh. És talán hogy alakult az élet? Hát lehet a legjobb vágányom igazából. Művészeti középiskolába mentem el, ott festészetet meg rajzot tanultam. Egy nagyon érdekes időszaka volt az életemnek, mert annyi mindent sportoltam, a festészet, délutáni óráim voltak, kollégiumban voltam,
annyi mindent kellett tennem, hogy nem jutott arra időm, hogy eljárjak gyülekezetbe. Viszont az Istennel való kapcsolatom pedig napi szinten volt. Tehát én reggel este olvastam a Bibliámat, imádkoztam, és számomra döbbenetes volt, hogy Isten megtartott, és épített, és erősített azok az évek alatt. És utána hogy jött a fotózás? Mindig is vágytam arra, hogy fotós legyek, viszont anyagi keretem nem volt arra, hogy én ebbe beleinvestáljak, hogy komolyabb gépeket vegyek, meg objektíveket. Ezért mindig csak álmodoztam róla. A középiskola után én elmentem egy teológiai főiskolára, Vajtára, Golgota keresztény gyülekezet főiskolájára, és ott volt egy hölgy, aki, amikor látta a képeimet, ami egy nagyon pici kis kompakt géppel fotóztam, meg kölcsöngépekkel, hogy van tehetségem, tehát hogy ezzel úgy érdemes lenne foglalkoznom, viszont eléggé kicsinyhítő voltam, és ugye mivel maximalista vagyok, művészi mi voltamból fakadóan, azt mondtam, hogy de hát ilyen géppen nem lehet, tehát ezt így nem lehet, és mondta, hogy de, és amiután eljöttem a főiskolából, utána elkezdtem egy munkahelyen dolgozni, ahol az én kis havi fizetésemből x ezer forintot félretettem, és vettem egy fényképezőgépet, amivel elkezdtem dolgozni, és ez egy másfél év után igazából annyira kiforta magát, hogy ott hagytam az állásomat, és főállású fotós lettem. De valahol ez mindig egy ilyen gyerekkori álmom volt, talán a festészet és amit tanultam, a művészet történt, ezek mind formálták a képi világomat. És mi az, amit legszívesebben fotózol? Ember, és nagyon érdekes, nagyon sokáig csak a szépséget szerettem megragadni. Aha. Ember és szépség, ez a kettő. Aha. Hát a mai témánkban abban lesz elég sok minden, ami nem igazán szép, és mindjárt beszélgettünk arról, hogy ezt a tehetséget hogyan tudta az Isten felhasználni egy ilyen fontos szolgálatban. És köszönöm, hogy mindezt elmondtad, és a kedves tévénézők felé fordulok, hogy mai műsorban majd látni fogják, hogy az ember soha nem szabad, hogy kicsinyhitű legyen, mert mindazt a talentumot, amit az Istentől kapott, azt, amikor az Úr jónak látja, akkor fel tudja használni egy nagyon fontos szolgálatba. Sokan talán azt gondolnák, hogy a fotózását, szép templomokat le lehet fotózni, aztán lehet szép albumokat készíteni, de itt valami egészen másról van szó. Sok szeretettel köszöntöm Lajost is, ezt elárulom a kedves tévénézőknek, hogy nem ez az igazi neve. Egy dolgot árulok még el, hogy lelkipásztorként szolgál egy gyülekezetbe. Isten hozott itt a műsorba, és azt kérdezném tőled is, hogy vezetett az életed a lelkészi szolgálatig. Én is köszönöm a lehetőséget és a meghívást. Én is alföldi vagyok, kicsivel távolabbról, mint Vivien. Egy rendkívül egészséges és jó családban nőttem fel. Édesapám újságíró, édesanyám könyvelő volt. És a nővérem volt az, aki először hitre jutott. És minden hétvégén, amikor én jöttem haza a diszkóból, akár enyhén italosan is, a metálos társaságom kíséretében, mikor hazatértem, akkor ő mindig az ifjúsági istentiszteletről hazatérve várt engem, és beszélt nekem erről a Jézusról. És egy idő után kezdett idegesíteni, bevallom. Annyira, hogy mondtam neki, hogy figyelj, ez nagyon gáz, hogy így az összes ilyen szombatesti buli után te jössz azzal, hogy én bűnös vagyok és érjek meg, ez így elrontja a buli hangulatát. Tényleg hazavárt 10-kor, 11-kor, éjfélkor, amikor hazaértem, és mindig beszélt Jézusról, és azt mondta, hogy rendben, ez ilyen október környéke volt, ígérd meg, hogy eljössz a karácsonyi Isten tiszteletre, akkor addig nem beszélek neked Jézusról. Elég távolinak tűnt ez a dátum, nemrég jött ez a Jézus hóbortja a nővéremnek, úgy voltam vele, hogy hát ha elmúlik addig, de ha nem, akkor is el fogja felejteni ezt az ígéretemet, és hát nem felejtett el. Elmentem arra a karácsonyi istentiszteletre, ha bár mindent elkövettem, hogy ne kelljen. Elmentem, és ott azt értettem meg, hogy a történetet rövidebbre fogjam, hogy én, aki azt hittem, hogy szabad vagyok, annyira szabad vagyok, hogy én kocsmákba járok, diszkókba járok, metálos bandával lógok. Valójában én nem vagyok teljesen szabad, mert a lelkész, aki akkor az üzenetet adta, ő rávilágított nekem arra, hogy aki a világosságban van, az bemehet a sötétségbe, és kijöhet onnan. Uh-huh. Viszont aki a sötétségben van, az nem tud bemenni a világosságba, mert zavarja a világosság. Uh-huh. És abban a pillanatban én megértettem, hogy én nem vagyok
annyira szabad, amennyire én szeretnék, én teljesen szabad akarok lenni, hogy bárhova mehessek, bármit tehessek. És ez volt az a fordulópont. Meg is ijedtem, hogy nem vagyok szabad, ezért kifutottam abból az istentiszteleti teremből, és a nővérem utánam futott, hogy mi történt, és kérdeztem tőle, hogy mikor van a következő ilyen összejövetel. És ez egy vasárnap este volt, 91-ben, igen, és mondta, hogy hát kedd este lesz a következő biblia óra. És elmentem kedd este, ott akkor két lelkésszel beszélgettem, ők válaszoltak a kérdéseimre, és hát akkor ott hívtam be az Úr Jézust az életembe. Uh-huh. Ez tulajdonképpen pár nap alatt történt, hogy egy bulizós, látszólag felszabadult fiatalembernek teljesen megváltozott az élete. 48-50 óra, igen. Uh-huh. És hagyj kérdezem meg, hogy hát ez egy, nem is lehet így megfogalmazni, hogy élted át a Szentlélek munkáját, de ez mindenképpen érdekes, hogy az ember egy kicsit ilyen kényszerből megy el egy istentiszteletre, és nagyon sok embernek ilyenkor totál be is zárul a füle, tehát annyi a stratégia, hogy valahogy jöjjek innen, azt legyek túl rajta. Neked valahogy a Szentlélek mégis megnyitotta a szívedet. Az volt az érdekes, hogy ez egy friss gyülekezet plántálás volt, és mikor bementem, akkor azt láttam, hogy itt 100-150 fiatal ül, és hallgatja azt a hosszú hajú prédikátort. Már az, hogy fiatalos volt a kinézete, már az megfogott, de az is, hogy ennyi fiatal ülök, az annyira gáz nem lehet. Aha. És akkor úgy végig hallgattam. Tehát így ez volt nekem, hogy maga, amikor bementem, beléptem, akkor az nem volt idegen a környezet. És utána a lelkipásztori elhívás? Soha nem akartam lelkész lenni. Ez is egy ilyen érdekes, fordulatos dolog, viszont nagyon szerettem Istent, és szerettem volna bármilyen módon őt szolgálni. És az egyházban azért arra szoktak lehetőséget biztosítani, hogyha az ember szeretne tenni valamit az Úrért, akkor próbálja ki magát ebben, abban. És először ifjúsági vezető voltam, aztán felkértek, hogy legyek segédlelkész, akkor azt végeztem pár évig, és utána valójában, amikor én lelkészé lettem, akkor is én igent segédlelkészi pozícióra mondtam. Viszont pár hónappal később, mire oda költöztem, addigra a lelkész élete megváltozott, nekik is el kellett költözni abból a városból, ahova én költöztem az ő segédjének lenni, és hát mondta, hogy hát mi lenne, hogyha lelkész lennék, és mondtam, hogy szó se lehet róla, az nem az én elhívásom, nekem arra nincsenek ajándékaim, képességeim, és akkor így pár hónapig birkóztam az Úrral ebben a témában, kaptam igeverseket, proféciát is, meg minden, de én akkor is ellenálltam, mindaddig, amíg egyszer emlékszem, még a régi hatoson mentem, még nem volt M6, és hallgattam egy tanítást Ábrahám életéről, és a lelkész arról beszélt, hogy hány csodát akarsz még látni, mielőtt elkezdesz hinni, hogy én hívtalak el, én választottalak ki. És akkor ott úgy könnyekre fakadtam, félreálltam a hatos út szélén, és hát elfogadtam az úrtól ezt az elhívást, és azóta sem bántam meg, ezt azért elmondanám, hogy még ha nem is akartam soha lelkészé lenni, egy hatalmas áldás az első sorból látni azt, ahogyan Isten megváltoztat emberi életeket. Uh-huh. Nagy kiváltság. A kedves tévénézők közül valaki egy pár perccel később kapcsolta volna be a televíziót, vagy most kapcsolt volna ide, akkor nem biztos, hogy kitalálná, hogy mi lesz a mai témánk, hiszen itt van egy lelkipásztor, itt van egy tehetséges fiatal fotós, és a témánk az mégis ennyire komoly, mint a prostitúciónak a kérdése, és az, hogy hogyan lehet azokon, akik prostituáltként élnek ma, akár Magyarországon, akár külföldön segíteni. Nagyon sokan vannak, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent ez az egész. Néhány dolgot hadd olvassak föl, így készülés közben találtam néhány rövid mondatot. Az egyik így szól: azt hinnénk, hogy a rabszolgaság a múlt. Olyannyira nem, hogy a becslések szerint a világ minden 200. lakója valamilyen típusú rabszolga ma. Lehet kényszermunkás, prostituált, adós rabszolga, háborúra kényszerített gyerek.
A világon létezik egy 167 országot vizsgáló úgynevezett rabszolgassági mutató, amely azt mutatja, hogy a világon ma összesen legalább 36 millióan élnek rabszolgasságba. Ez egy iparág, amelynek éves bevételét 150 milliárd dollárra becsülik. Magyarország, és itt jön a kemény dolog, amikor ez az egész még inkább közel jön hozzánk, mert sokan talán azt gondolják, hogy hát igen, Afrikában, gyémántbányákban és egyéb helyekben működik mindez. Magyarország minden 300. lakója áldozata a rabszolgasságnak, és hogy olvassak el még egy rövid adatot. Magyarországon 35.600 ember él rabszolgaként, de világszinten ezt a számot 36 millióra becsülik egy 2014-es adat szerint. Magyarországon is van 35-36 ezer ember, aki valamilyen szinten rabszolgaként éli az életét, és ma elsősorban azokról fogunk beszélgetni, és azokról is, akik szexuális rabszolgaként élik az életüket. Hadd kérdezzem meg tőletek, Vivien, először tőled, hogy hogyan találkoztál ezzel a nagyon komoly kérdéssel? Én a gyülekezetben találkoztam elsőnek ezzel. Egyik rész, hogy a Golgota keresztény gyülekezetben járok, és hallottam, hogy van a prostituáltak felé szolgálat. Hogy kérdezem meg, bocsánat, hogy került ez szóba a gyülekezetbe? Mert azt látom, hogy nagyon sok gyülekezetben ezt szemérmesen hallgatnak, vagy nem is nagyon beszélnek erről a témáról. Mint szolgálati terület, tehát én pusztán ott hallottam, hogy van erre lehetőség. Amikor elsőnek hallottam róla, zseniálisnak tartottam, viszont nem tudtam vele azonosulni, tehát szerintem nem én vagyok az egyedül itt, de előtte én ezzel a témával nem szembesültem, sőt, a szörnyű számadatokkal sem. Tehát a gyülekezet volt, ahol a kiállítás előtt kerültem én ezzel szembe. A pásztorunk filmmetszger jött oda hozzám, és mondta azt nekem, hogy rám gondolt, hogy szeretne egy projektbe bevenni engem. És akkor mondta el, hogy ez mi lenne, majd ezt követően a Névtelen Utak Alapítványtól érzékenyítettek engem. Akkor találkoztam elsőnek ezzel a problémával. Én magam is kimentem a lányokhoz az utcára, és az első ilyen érzékenyítés után azt gondoltam, hogy most csak egy mesét szeretnék nézni. Elmenekülni a valóságtól, mert annyira lesokkolt, és egy teljesen más fényben láttam meg a világot, és ezeknek a lányoknak a helyzetét. De tulajdonképpen később alakult ki egy belső elhívás, először egy külső elhívás volt, hogy egy lelkipásztor meglátta benned ezt a lehetőséget, és utána tudtál te erre igent mondani, még az egy meg is harcolt dolog igen. volt. Érdekes, elsőnek nem feltétlenül tudtam, hogy mire mondok igent, viszont ahogy az én szívem is puhult, és ahogy a szemléletem változott, mert azt gondolom, hogy egy szemléletváltásra van szükségünk, akkor értettem meg ennek a fontosságát, és akkor indított meg bennem sok mindent. Hogy kérdezzem meg azt, hogy akár ha saját magadra nézel, mielőtt ezt a szolgálatot elkezdted, akár pedig a kortársaidra. Egy mai fiatal nő, mi az, amit erről szerinted tud, vagy mennyire mer ebbe belegondolni, hogy ez mit is jelent ez az egész? Szerintem valami keveset tud, én sem tudtam, és talán az a legnagyobb probléma, hogy ennek a súlyosságában nem vagyunk tisztában. Nem merünk róla tudni, vagy nincs is rá lehetőségünk, vagy egyszerűen félünk? Félünk mindenképpen, illetve a kiállításon csináltunk egy ilyen mottót, hogy az áldozatok köztünk élnek, de vajon felismerjük el. Villamoson ott utaznak velünk, lehet, hogy a boltba, ahova bejárunk együtt, a legnevesebb boltokba együtt vásárolnak velünk, és nem ismerjük, és nem látjuk őket, ami szerintem egy óriási probléma. Többször említette Vivien a kiállításot, hogy ez mit jelent, arra fogunk mindjárt beszélgetni. Először megkérdezem Lajos lelkipásztort is, hogy ő hogyan találkozott ezzel a területtel, mert nem sok lelkipásztor van, aki a prostituáltak felé hirdeti Isten igéjét. Ha 10 évvel ezelőtt azt mondtad volna nekem, hogy Lajos 10 év múlva egy tévéműsorban fogsz beszélni, mint egy alapítvány mentorigazgatója, aki prostitúcióba került nők rehabilitációján fáradozik, akkor kinevettelek volna. Én sem itt nem ezt. Én sem találkoztam ezzel a problémával őszintén, ugyanúgy, ahogyan Vivien sem és sokan. Hány éve szolgáltál lelkipásztorként? 5,5 éve. És amikor találkoztam, Isten tisztelt után odajött hozzám két hölgy,
aki ennek az utcai szolgálatnak volt a tagja, vezetője, és mondta, hogy hát itt a ti gyülekezetek környékén is vannak prostitúció csapdájába került nők, és hogy mi éjszakánként az utcát járjuk, kávéval, teával kínáljuk őket, imádkozunk, aki nyitott rá, ismerkedünk velük, és hogy lenne kedvetek nektek, így közösségeteknek csatlakozni ehhez. És mondtam, hogy megnézzük. És elmentem, és azt láttam férfiként, ugye először férfiként is féltem oda menni, mert látni fog az ember olyan dolgokat, amikről eszébe jutnak dolgok, amik bármely jutnának eszébe. De amikor elmentem, én lepődtem meg legjobban, hogy ez egyáltalán fel sem merült bennem. A másik dolog, amin meglepődtem, hogy szinte csak nők voltak ebben a szolgálatban, és hogy férfiakra szükség van, igenis. És akkor így rögtön megindult a szívem, hogy jó, hát én itt vagyok egy darab férfi, kezdjük velem. Aztán utána lettek még többen férfiak, hála Istennek. És még amit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán nem volt veszélytelen, de soha nem is volt veszélyes ez a munka. Tehát az Isten lelke mindig ott volt, és mindig vigyáz ránk. Uh-huh. 2001-ben indult ez a szolgálat, amivel bekapcsolódtál, akkor még nem alapítvány volt. Igen, igen, igen. Amit most kérni szeretnék tőletek, az két dolog. Először rántsuk le egy kicsit a leplet erről az egészről, mert az emberekben sokszor talán éppen a saját lelkiismeretük megnyugtatása miatt egy hát bocsánat, hogy ezt mondom, egy pozitívabb kép van, mint én ez az egész valójában. Sokan ezt egy egyszerű üzletként fogják föl, és nem látják mögötte a kényszert és a szenvedést. Egyrészt erről szeretném, ha mondanátok egy pár szót, vagy mondanál egy pár szót. Utána pedig arról, hogy hogyan fogadtak titeket ezek a hölgyek, akikhez az éjszaka oda mentél férfiként, ők egy gondolom először egy kuncsaftot láttak benned, és mit szóltak, amikor te mondjuk Isten igényével jöttél? Nagyon fontos, hogy én sohasem megyek oda a hölgyekhez. Tehát én általában a futtatókkal beszélgetek, a stricikkel beszélgetek, csak nő megy nőhöz. Pontosan ezért, mert ők a férfiban azt látják, hogy belőle mennyi pénzt tudok kiszedni. Erre vannak trenírozva. Igen, Hollywood, a Pretty Woman című film, és még sok minden más azt mutatja be, hogy hát ez egy szabad akaratból választott dolog, hogy ez milyen jó dolog. És van egy ilyen hamis megnyugtatásunk, hogy hát mindenki ebbe saját kedve szerint lép bele. A helyzet ezzel szemben az, hogy a többségük az nem akarta sohasem ezt csinálni. Nem nagyon tud nekem senki sem mutatni egyetlen egy olyan kislányt sem, aki 5 évesen Barbie babával játszva arról álmodozik, hogy majd naponta 20 vadidegen férfi fogja magáévá tenni. A legintimebb dolog, ami egy férfi és egy nő között lehet, az a szexuális kapcsolat. És ezt vadidegeneknek odaadni, ezt nagyon nehéz szemléltetni. Nemrég hallottam egy ilyen szemléltetést, hogy képzeljük el, hogy a mi fogkefénkkel még 20 másik ember mosott aznap fogat, és utána mossuk meg mi a saját fogunkat. Vagy az, hogy ez kényszerítés vagy nem. Erre azt a példát hozták, hogy képzeljed el, mondjuk te, Laci, hogy bezárnak téged egy pincébe, vagy csak egy szobába, és arra kényszerítenek, hogy a nap 24 órájában könyvelj. A könyvelést kevés ember szereti, a könyvelőket leszámítva valószínű, de hogy valami olyanra kényszerítsen, amit te piszkosul nem akarsz megcsinálni. És mindez még a legintimebb, legbelsőbb lelki világodat pusztítja. Tehát mi úgy szoktuk nevezni, nem prostituáltaknak nevezzük őket, hanem prostitúcióra kényszerített, vagy a prostitúcióba került emberek. Mert van, aki tényleg naívan, egyetemistaként, ezzel majd keresek egy kis pénzt. Nem is tudja, hogy mi vár rá. Nem is tudja, hogy ki fogják használni, hogy mi mindenre fogják kényszeríteni egy idő után az akarata ellenére. Mindemellett, és ez lenne talán a legfontosabb, a többségük nem saját akaratából, nem abból a vágyból vagy vonzódásból, hogy hű, de sok pénzt fogok keresni, meg milyen jó dolog is ez, hanem a legtöbb nő, aki az alapítványunkhoz kerül,
az vagy gyerekotthonból került a prostitúcióba, vagy vidéki faluban nőtt fel egészséges családmodell apakép nélkül, tehát vagy alkoholista apuka, vagy meghalt apuka is, nincs egészséges apakép. Tehát mindenféleképpen már hátrányos helyzetből indult, és rossz döntéseket hozott, bekerült egy csapdahelyzetbe, ahonnan egy 14-16 éves kislányt már könnyű manipulációs eszközökkel tudnak hosszú hónapokon, éveken keresztül akár bent tartani valakit akarata ellenére. Az egy ilyen elfogadott városi legenda, vagy éppen ebből a torzult apaképből fakad, hogy nagyon sok prostituált nagyon ragaszkodik a futtatójához. Van egy ilyen különös érzelmi kapcsolat, vagy egy kötődés. Mert sokszor ezt a képet sugallják, ez valóban így van, vagy ez inkább egy kitalált dolog? Ennek van valóság alapja, sokszor sokan kötődnek hozzájuk. Kialakul egy bizalmi kapcsolat a stricivel, mivel kint az utcán, főleg például külföldön, ahol esetleg nem is beszéli azt az idegen nyelvet, ahol van, akkor ez egy ilyen bizalmi pozíció. Ő benne bízhatok, ő vigyáz rám, ő itt van. A másik, hogy gyakran ez először történik a bizalmi kapcsolat. Tehát az egyik klasszikus történet, klasszikus modell, ami szokott történni, hogy egy vidéki kisfaluban, de akár gyerekotthonnál is elcsábítja egy jól kinéző 20-30-50 éves pesti nagy BMW-vel vagy Mercedes-szel megjelenő ember azt a kislányt, hogy ő milyen szerelmes belé, meg hogy gyere, élj velem, újrakezdheted az életed, mindaz a rossz, ami történt veled, majd mi együtt újrakezdjük. És ez a kislány elhiszi, mert soha nem volt egészséges kapcsolat a férfival. Ezek után bátran felköltözik vele, akár Budapestre, akár külföldre, viszont mire odaér, addigra teljesen más az ábra. Vagy még akár egy-két hétig ilyen mézes hetek vannak, hogy tényleg minden jó, aztán jaj, megszorultam, segíts ki, tedd ezt, megértem. De vannak olyan történetek is, ami népszerűbb újságokban lehet erről olvasni, hogy egy nő egyszerűen csak jelentkezik egy takarítói állásra, egy konyhai állásra, külföldre. Ilyen is megtörtént már nálunk, megfordult már ilyen személy is nálunk többször, hogy anyuka egy vagy két vagy három gyerekkel elveszítette az állását, kint Németországban 2-3 ezer eurót lehet keresni, 6 hónapra kimegyek, itthon hagyom addig a férjemet meg a gyerekeket, mire megérkezik, elveszik az útlevelét, személyigazolványát, bezárják egy lakásba, és heteken, hónapokon át ott tartják, és gyakran meghalnak, megölik őket. Van olyan történetünk, akinek sikerült kimenekülni egy ilyen lakásból, ő a túlélő, ők vannak kevesebben. Rengetegféle történet van, de mi azt szoktuk mondani, hogy azok, akikkel mi találkoztunk, azoknak a 90-95%-a soha nem arról álmodozott, nem arra vágyott, hogy ilyet csináljon. De azt is elmondanám, hogy még ha tegyük fel, valaki tényleg saját akaratából is került ebbe, a lelke olyan sérüléseket szenved, hogy egészséges életre, rehabilitáció nélkül nem lesz képes. Mindjárt rátérünk erre a rehabilitációra, és hogy pontosan mivel is foglalkoztok, de azért megkérdezem ezt tőled, hiszen a női szemmel bizonyára azért más, meg az ember másra tudja beleélni magát egy ilyen helyzetbe. Említetted, hogy nagyon szerettél szépeket fotózni, és utána említetted, hogy belenéztél ilyen arcokba és ilyen szemekbe is. Mi az, amit ehhez hozzá tudsz tenni, amit Lajos elmondott? Mi volt a tapasztalatod? Művészként rettenetesen nehéz volt nekem. Nagyon sokat mondták, hogy Vivien a szépet gyönyörűen megfogod, de talán a fájdalmat is meg kellene örökítened, és ez egy olyan téma volt, amitől azt gondolom, egy természetes emberi reakció, elfordul az ember, hogyha olyan dolgot látunk, ami nem kedves nekünk, ami fájdalmat okoz, vagy ami felidéz emlékeket, az attól elfordulunk, viszont ami nagyon fontos, hogy mi a kiállításhoz
színészekkel dolgoztunk, tehát nem húsvér emberekkel, hiszen senkinek sem szeretnénk felnagyítani az élete legnagyobb fájdalmát, és azt, ami benne van, és köszemlére kitenni. Ugyanakkor hihetetlen hatással volt rám, mert amint szembe mertem nézni ezzel a félelmemmel, és megmertem fogni a fájdalmat, ahogy addig kell néznem a szépet, és addig szemlüli az ember, amíg meg nem látja azt, amit igazán szeretne megörökíteni. Semmiképpen sincs ez másképp a fájdalomnál, hogy addig kell nézni, szembenézni vele, amíg meg nem tudom a képen örökíteni. Uh-huh. Amikor ezen a ponton átjutottam, akkor velem egy óriási dolog történt, tehát a szemléletem teljesen megváltozott, összetört bennem valami, tehát azok az előítéletek, amik bennem voltak, azok a rossz nézetek, amit pontosan a társadalom kommunikál, hogy a saját akaratából megy bele, nem, sajnos nem. Viszont megláttam, mivel szembe mertem velük nézni, megláttam a sok értéket, amit már szinte a bűntudat, a fájdalom, a sok-sok sérülés teljesen ellepett, és ezt megmutatni képekben szerintem óriási kiváltság volt. Ezernyi dologról lehetne még beszélgetni. Két dologról biztos fogunk hátralévő időben. Egyrészt arról, hogy hogyan segít az alapítvány, másrészt meg a kiállításról, de mielőtt erre rátérnénk, én szeretnék tőletek valami nagyon-nagyon nehezet kérdezni. Milyen módon lehet keresztény emberként az embernek a hitével, a szerető Isten képével összeegyeztetni azt, amikor ilyen szenvedés lát? Ugye nemrég voltak nagyon komoly tragédiák, buszbaleset, egyéb dolgok, amikor az ember fölteszi a kérdést, hogy miért hagyja ezt az Isten. Ugye egészen személyes történeteitek vannak, többet mondtatok nekem is, ahol iszonyú szenvedéseket éltek át nők. És gondolom, akik oda bekerülnek, és Istenről beszéltek nekik, azért előjön a kérdés, hogy miért hagyta ezt az Isten. Ti hogyan tudtátok ezt feldolgozni, vagy hogy látjátok ebbe az egészben az Istent? Nagyon nehéz válaszolni a miértre. Nem is lehet szerintem, és talán fontos az is, hogy nem is nekünk kell, hiszen nem mi vagyunk az Isten. A nők, akik bekerülnek hozzánk, általában haragszanak emberre, Istenre, mindenkire, hogy miért történhetett ez meg velük. Valakinek felelősnek, hibásnak kell lennie azért, amit elkövettek ellenem. Ez a gondolatok, és teljesen igazuk is van. Keresztény értékeket való alapítvány vagyunk, de nem evangelizáljuk őket, vagy nem kényszerítjük őket hitre, meg ilyesmi. Egyszerűen csak ott vagyunk, és szolgálunk feléjük. Önkénteseink többsége szintén hívő, és ők is önként adják az órájukat, az idejüket arra, hogy ott legyenek, és segítsék őket a felépülésükben. Általában ez a kettő már elegendő szokott nekik lenni ahhoz, hogy megkérdezzék, hogy de te a szabad idődben miért jössz ide, hogy velem időt tölts, hogy nekem valamilyen rehabilitációs tananyagot előadj? Miért csinálod ezt? És akkor ezek rögtön platformot adnak arra, hogy mi elmondjuk, hogy mi ezt, miért tesszük, Isten miért indít bennünket erre. Viszont ők még mindig egy ilyen ellenállásban vannak gyakran, és erre szívük joga, tehát ezzel nincs is gond. Volt olyan, aki már megtért az alapítványunknál, volt olyan, aki nem. És mindig bátorítjuk őket, hogy akár hisznek Istenben, akár nem, kérdezzék meg Istent, kiáltsanak hozzá, sírjanak neki, hogy miért engedte ezt meg. És volt olyan lányunk, aki azt mondta el, hogy az éjszaka Istennel álmodtam. Tehát másnap jött, és kérdeztük, hogy mit álmodtál. És elmondta a legszörnyűbb, legmegalázóbb, legborzasztóbb bántalmazását, amit megélt, amit egyébként azóta is rengetegszer, illetve addig is rengetegszer poszttraumás szindrómaként megjelent neki, és azt mondta, hogy de most másképp láttam. És kérdeztük, hogy hogyan. Azt mondta, hogy ugyanúgy megtörtént velem az a borzasztó dolog, de ott állt az ajtóban Jézus, nézte,
és zakogott. Nem hagyta jóvá, nem örült neki, nem engedélyezte, de mivel szabad akarat van, ezért az emberek elkövethetik a bűnöket. És neki az, hogy Jézus ott állt és vele együtt zokogott, az egy olyan gyógyulást hozott a lelkének, hogy soha többet nem tért vissza neki ez a posztraumás múltbéli kép. Szóval csak Isten tudja ezt megválaszolni mindenkinek egyen-egyenként. Ehhez valamit szeretnél hozzátenni? A miértet tényleg nem tudjuk. Az szerintem talán ez az egyik legnehezebb ebben, viszont azt, hogy mi hogyan tudunk ehhez hozzátenni, azt tudjuk. Az, hogy mi szeretettel vagyunk feléjük, hogy a mi szemléletünk változik, hogy mi hogyan nézzük rá, avval viszont tudunk segíteni, hiszen Jézus is nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez. És szerintem erre van szükségük. Több mindent hallhattak a kedves tévénézők, most megpróbálom így röviden összefoglalni. Tehát van egy Névtelen Utak alapítvány, amelyik több területen szolgál. Az egyik egy olyan prevenciós otthon, ahol volt prostituáltak élnek, és nagyon sokféle területen igyekeznek nekik segíteni, feldolgozni mindazt, amit átéltek, és minél jobb lehetőségekkel visszahelyezkedni a társadalomba. Ezen kívül pedig vannak olyan programjaik, figyelemfelhívó, vagy ahogy itt használta Vivian a szót, érzékenyítő programjuk, amellyel próbálnak fiatalokat megszólítani. Ilyen volt a Mennyit élsz kiállítás, valamint a Kiállok érted című színdarab, ahol azt mutatták be, hogy egy fiatal lány hogyan megy végig éppen ezen az úton, amit Lajos elmondott, és hogyan lesz prostituáltá teljesen az akaratának az ellenére. Ezekről fogunk most szólni, és most elsősorban előre vesszük azt a kiállítást, amelynek Vivian volt a fotósa. Ha erről mondanál egy pár szót, légy szíves, ez pontosan mi volt a cél, és mik voltak a reakciók? Hát ez egy, ugye az áldozattá válás folyamatát mutattuk be lényegében, ezt képi és hanganyaggal, több mint 500 négyzetméter nyomtatott anyag, képi anyag volt a kiállításon. Színészekkel dolgoztunk együtt, akik lányoknak a történetét mondták fel, például volt pornószoba, ahol cset ablakként lehetett meghallgatni a lányoknak a vallomását igazából, hogy valóban ők hogyan érzik magukat, miközben rákényszerítik őket erre a tevékenységre. Továbbá én fotóztam ehhez a kiállításhoz, tehát volt egy képi anyagos kiállítás része, volt egy hangszobánk, ahol megint csak az volt a cél, hogy érzékenyítsük az embereket, egy lánynak, vagy egy embernek, egy rákényszerített embernek a sorsát mutattuk be, ahogy a kezdetektől a végig megy, és ez hangeffektusokkal. A kiállításnak óriási visszhangja volt, tehát az legelső kiállításunkra több mint 2500 ember látogatott el. Kiket szeretnétek megszólítani? Tehát meg vagy a kamaszokat, vagy bárkit? Mindenkit, azt gondolom. Tehát nem lehet elég korán elkezdeni, pontosan ez azt mutatja, hogy sajnos az áldozatok többsége már gyerekkorukban megélik ezt. Éppen azért a gyerekeknek iskolákból jöttek diákok, ami nagyon-nagyon hasznos volt, hiszen prevenciós célja van neki. Ugyanakkor az idősebb korosztálynak is ugyanígy szüksége van rá, mert nagyon sokan nem is tudjuk, hogy valójában mindannyian azok, akik a pornográfiát nézik, mind éltetői ennek az iparágnak. Uh-huh. Úgyhogy mindenki elérése a cél. Uh-huh. Készülés közben megnéztem a nevét, nem mondom ki, a híres nagy videó megosztó csatornán egy kis filmet, amelyik a színdarab után készült, de gondolom ugyanilyen reakciók lehetnek a kiállítás után is. A fiatalokat kérdeztek meg, hogy milyen benyomásaik voltak, és hát nagyon lesokkolta őket, és nagyon sokan azt mondták, hogy nem is gondolták, hogy ilyen dolgok vannak Magyarországon, és ilyeneket kell átélni embereknek. Gondolom hasonló dolgokat éltetek át ti is a kiállítás kapcsán. Így van. Leginkább akkor egy kiállított tér volt, amiről még nem beszéltem. Volt egy olyan szobánk, ahol úgy rendeztük be, mintha ott valaki fogva lenne tartva. Ez is egy nagyon, nagyon mély benyomást
keltett az emberekben. Azt gondolom, hogy pont azt a szintet ütöttük meg a kiállítással, ami elgondolkoztat. Szükséged van egy pár órára, hogy átgondold az egész helyzetet, viszont fel tudod saját magadban dolgozni ezt egy külső segítség nélkül, ami jó, mert elindít egy egészséges folyamatot, egészséges gondolkozási folyamatot. Azt szerettem volna még kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy ez egy időszakos kiállítás, ugye? Mikor lesz újra, vagy mi a feltétele? Meg is lehet hívni valamelyik? Most néz minket egy városvezető, és szeretné mondjuk meghívni, akkor erre van lehetőség? Célunk lesz a jövőben, egyelőre még nem, hogy egy utazókiállítás legyen belőle, amit Magyarország szerte lehet felállítani. Ugyanakkor idén novemberben? Októberben lesz újra ez a kiállítás a Golgota keresztény gyülekezetben. Akkor egy kicsit hosszabb, több mint két napos kiállítás lesz. Ezt majd Facebookos oldalon, interneten hirdetni fogjuk. Jó, ezt ha szóltok itt, mi is szívesen elmondjuk, és bátorítunk, akár osztályfőnökök néznek most minket. Hány éves kortól érdemes, azért gondolom van egy alsó határ? Hát 14 év, tehát a kiállításnak több olyan része van, amire 14-es korhatárt tettünk föl, ugyanakkor meg szülői engedéllyel már fiatalabbak is jöhetnek, mivel oktató. Aha, de elsősorban a középiskolás korosztály. Lajos, mindehhez? Mennyit érsz? Egy fantasztikus együttműködés volt az alapítványunk számára, és nagyon örültünk a Golgota keresztény gyülekezet megkeresésének, mert rendkívül fontos a társadalom érzékenyítése. Azt láttuk, hogy középiskolás csoportok is érkeztek már a második, tehát nekik külön biztosítottuk délután 1-4 óráig minden nap a Mennyit érszen, hogy megtekinthessék osztályonként, és osztályfőnök jól a keretében jöttek el a fiatal középiskolások ezt megtekinteni. Nagyon érdekes volt, amiről Vivien nem beszélt, az a szabadulás, a szabadság szoba volt, ugye nem tudott szegény mindenről beszélni, ahol bemutatjuk az alapítványunk rehabilitációs programját is, illetve olyan rajzok, festmények kerülnek ott kiállításra, amiket a világ 9 országából, érkeztek, és olyan nők festették ezeket üzenetként, akik szabadultak ebből. Tehát megint csak egy találkozás lehet egy másik emberrel. A lányaink, a nők, akik ezt túlélték, ők nem szerepeltek egyetlen egy videóban sem, ez fontos hangsúlyozni, viszont az ő történeteiket, ahogy Vivien említette, játszották el modellek vagy színészek. Amikor a rehabilitációs programunkban résztvevő nők megtekintették a kiállítást, akkor úgy jöttek ki, hogy azt mondták, hogy hát ez szinte tökéletesen megmutatta azt, ahogyan ez történt. És amit még szeretnék mindenféleképpen a kiállítás kapcsán elmondani, az, hogy nagyon-nagyon sokat jelentett nekik, az, hogy látták, hogy az emberek sorban állnak, hogy az ő történetüket megnézzék. Hogy ennyien kíváncsiak arra, hogy mi történt velünk. És igen, itt szeretném akkor elmondani azt, hogy minden egyes ilyen ember, minden egyes ember általában véve érték. És mi ezeket az értékes embereket próbáljuk rehabilitálni. És hogy válaszoljak a kérdésedre, az elsődleges feladatunk, alapítványunknak az, hogy rehabilitációs és reintegrációs lehetőséget biztosítsunk mindenkinek a számára, aki ebből ki akar jönni, aki újra akarja kezdeni az életét. A másodlagos feladatunk a prevenció. Ennek egy fantasztikus pontja, biztos pontja a Mennyit érsz, amit mostantól úgy néz ki, hogy tényleg minden évben tudunk október 18-a környékén időszakosan bemutatni egy közreműködésben a Golgota keresztény gyülekezettel. És emellett van a Kiállok érted színdarab, amit két színtársulattal, a KV és a Bohócok a Láthatáron társulattal készítettünk el annó még egy norvég civil projekt kapcsán, és azóta is folyamatosan játsszák különböző gyerekotthonokban, iskolákban, színházakban, rengeteg helyen. Úgyhogy ha erre rákeresnek, szintén van Facebook oldala, mondom, színházakban is játsszák, érdemes megnézni. Fantasztikus színdarab.
A rehabilitációs, reintegrációs programunkat, hogyha pár mondatban kell felvázolni, akkor azt mondanám, hogy nem lehet ezt a tevékenységet egyik napról a másikra otthagyni és elfelejteni. Nem lehet feldolgozni. Gondoljunk bele, amikor meghal valaki közeli hozzátartozónk, azt mondják, hogy a gyász, egy egészséges gyász az akár egy évig is eltarthat. Nem várhatjuk el ezektől a nőktől, akik az utcán állnak, hogy mennyi keres magadnak munkát, hiszen ha valaki 14-16 évesen került ebbe, például mit ír az önéletrajzába? Előző munkahelye, ugye? És rendkívül fontos, hogy segítsünk nekik feldolgozni a traumákat. A rehabilitációs programunk ezért 6-tól 12 hónapig tart. Attól függően, hogy kit milyen traumák értek, ki mi mindenen ment keresztül. Az egy éves kb. Rehabilitációs időszak után következik a reintegráció fázisa. Ha van befejezett középiskola, szakma, egyetem, akkor segítünk nekik munkát találni. Ha nincs, akkor segítünk nekik befejezni az iskolát és utána munkát találni. Ebből is következik, hogy a reintegrációs szakasz az még hosszabb, az akár 2-3-5 év is lehet, helyzettől, állapottól függően. És említetted nagyon jól az utókövetést, hogy az mennyire lehetséges. Az utolsó fázisunk, az utókövetés, azt általában minimum egy évig tartjuk. Ilyenkor már csak hetente egyszer találkozunk velük, megnézzük, hogy hogy vannak, tudják-e fizetni a számlájukat, minden rendben van az életükkel. De valójában, akik nálunk rehabilitálódnak, soha nem kerülnek ki a látómezőnkből. Ők egy közösséggé nőnek össze, ugye a túlélők közössége, és utána együtt járnak színházba, moziba, és segítik egymást, hogy soha ne kelljen visszatérniük erre az útra. De ha valakinek nem sikerül, nem végzi el, hanem visszaesik a prostitúció csapdájába, őket sem hagyjuk parlagon, őket sem hagyjuk el, hanem felköszöntjük őket. Ha kell, kimegyünk az utcára, és ott köszöntjük fel őket születésnapjukon. Ha külföldön vannak, akkor Skype-on, SMS-ben utolérjük őket, és megmutatjuk nekik, hogy mi továbbra is szeretünk benneteket. Attól függetlenül, hogy most rossz döntést hoztatok. És általában ez a szeretet, hogy ti akkor is szerettek, ha én hülyeséget csinálok, ha én rosszat csinálok. Ez a szeretet az, ami utána megint visszavonza őket, és második vagy harmadik nekifutásra igenis elvégzik a teljes rehabilitációt és új életet kezdenek. Azt gondolom, ez egy fantasztikus dolog, hogy ilyen nehéz helyzetben lévő nőknek így megváltozhat az élete, hogy egyrészt ott van biztonságos szállás, tovább tanulásban sok mindenben segítetek, de hagyj kérdezem meg azt, és nagyon kevés időnk van, de először, ha valaki néz minket és érintett ezen a területen, az egyszerűen fölhív titeket, bekopog hozzátok, és akkor kezdődik, vagy mik a kritériumai, ez egyik kérdés, amiről beszélünk, és utána röviden, és utána még lenne nagyon fontos kérdés. Rendben. Nagyon egyszerű, két módon kerülhet hozzánk, hogyha fölmegy az okit.hu-ra, és ott kéri, hogy szeretne a névtelen utakhoz bekerülni, ott van egy telefonos ingyenesen hívható telefonszám, bárki ingyenesen hívhatja bármilyen telefonról, akkor mondja, hogy a névtelen utak alapítványhoz szeretnék bekerülni rehabilitációra, akkor ők összekötnek bennünket pikpak. Még ennél is egyszerűbb, www.névtelenutak.com, és a kapcsolat fül alatt ott van egy bármikorra nap 24 órájában hívható telefonszám, ez sajnos nem ingyenes, tehát normális tarifán hívható telefonszám, és akkor van egy felvételi interjú, amit egy semleges helyen tartunk, és van, hogy telefonon, van, hogy Skype-on keresztül, ha külföldön van az illető, és az interjú alapján megállapítjuk, hogy tudunk-e neki segíteni, és ha tudunk helyet biztosítani a védett házunkban, illetve a rehabilitációs programba befér, akkor akár már aznap vagy másnap csatlakozhat hozzánk. Többször látják a kedves tévénézők majd itt felírva ezeket a elérhetőségeket, és ha csak egyetlen egy valaki lesz, aki bekerül ide hozzátok, akkor már nem hiába volt ez a műsor.
Hadd kérdezzek még tőletek valamit, ami ezt az egész helyzetet tovább súlyosbítja, és még nehezebbé teszi emberi szinten a szabadulást, nem mondjuk az Isten előtt, de emberi szinten. Ez pedig az, hogy azért a prostituáltaknak a jelentős része mindezt csak valamilyen szenvedélybetegséggel tudja kibírni. Hogy látjátok az ettől való szabadulást ezen a területen? Bekerülnek egy ilyen környezetben, de azért viszik magukkal akár a kábítószer, akár az alkohol. Mi az, amit ebben látok? Nem tudom, van-e tapasztalatod, vagy lelkészúrnak adjuk át a szót? Lelkészúrnak, igen. A nők ezt nem tudják elviselni épelmével. Tehát nagyon ritka az a személy, aki úgy került oda hozzánk, hogy nem ivott rendszeresen túl sok alkoholt, vagy nem drogozott, vagy nem szedett nyugtatókat, amik már nagyon egyszerűen hozzáférhetők a Európai Unió bármelyik országában, és akkor azokkal tompították a lelkük fájdalmát. Általában a stricik maguk azok, akik adják nekik ezt, hogy kedélyjavítóként használják ezt az életükben. Úgyhogy igen, mindannyiuknak van, és ezen túl még vannak olyanok, hogy szerencsejáték, tehát egy csomó addikció lehet. Volt olyan személy, aki nálunk volt, és szexfüggősége volt, annyiszor érte át ez a trauma, hogy egyszerűen nem tudott tőle szabadulni. Rengeteg különbözőféle függőség van a világon, és sajnos többségével találkoztunk már. A mi rehabilitációs programunk ugye nem egy aranykulcs, ami mindenre megoldás, de sok esetben igenis működött, és segítségükre volt. Vannak olyan függőségek, amire mi nem tudjuk a rehabilitációs programunkat megoldásként felajánlani, ilyenkor mindig segítünk nekik a megfelelő helyre kerülni. Nagyon nagy és nagyon széles hálózattal működünk együtt, civil szervezetekkel, egyházi szervezetekkel, állami szervezetekkel. Pontosan tudjuk, hogyha valakinek drogfüggősége van, ha valakinek alkoholfüggősége, bármilyen függősége van, akkor melyik az a legjobb hely az országban, ahol neki tudnak segíteni. Úgyhogy aki ki akart jönni ezekből a helyzetekből, annak mindnek mindenkor tudtunk segíteni. Említettem az előbb, hogyha egy valaki van, akinek tudunk ma segíteni, és akár a Névtelen Utak Alapítványon keresztül tud megszabadulni ebből az élethelyzetből, és tud találkozni az Istennel, akkor már nagyon áldottnak tartom ezt a műsort, de valószínű, hogy azért sokkal többen vannak, akik nem érintettek ebben, de ott van valahol a lehetőség, hogy érintettek legyenek. Azt tudom, hogy nagyon sokan szoktak minket nézni, akár nyírségi kis falvakban, nehéz körülmények között élő emberek. Az adás vége felé, Vivien, arra kérnélek, hogy egy pár szót mondj ezeknek a családoknak, hogy mire érdemes oda figyelni, akár a gyermekeiknek az életében, mi az, amitől óvják őket, hogy ne váljanak ők is áldozattá. Azt gondolom, hogy figyelni a gyerekünkre az az első és a legfontosabb, hogy hinni a gyereknek, mert hogyha, és figyelni a reakcióit, tehát hogyha bizonyos helyzetekben furcsán viselkedik, akkor érdemes leülni vele, és elbeszélgetni, vagy megkérdezni, hogy bármi történt-e. Ha azt érzik, hogy a gyerekek például, hogy van olyan férfi az életükben, aki közel próbál kerülni, vagy furcsán közeledik hozzá, akkor legyen hangjuk. Mondják meg a szüleiknek, és én bízom abban, hogy a szülők ezt komolyan veszik, bár mondjuk tudjuk, hogy ez egy egész komplex történet, mert nagyon sokszor a családon belül van erre kényszerítve, vagy félelem helyzetben van, de merjenek, és a szülők higgyenek a gyerekeknek, hogyha ilyen helyzet áll fenn, mert nagyon fontos. Nagyon fontos szerintem az értékeket közvetíteni, illetve etiketteket megtanítani. Sose engedjék meg például a kislányoknak, hogy egy férfi lehúzza a bugyját. Mert nem lehet. Tehát ezek azok az apró dolgok, amik szerintem nagyon fontosak. Köszönjük. Lelkész úr felé az utolsó kérdésem, egy olyan jó másfél-két percben kérlek, hogy válaszolj, az lenne, hogyha bárki szeretné az alapítványnak a munkáját támogatni, akkor milyen területen lehetséges ez? Azt tudom, hogy nagyon fontos az anyagi támogatás is, akár az 1%, akár az adomány. Erre fel is hívom a kedves tévénézők figyelmét, ha valaki ír e-mailt, el fogjuk küldeni, de itt látják névtelenutak.com ezek szerint, ott is megtalálják, de ha egy gyülekezet érez erre indítatást, akkor akár önkéntesként, vagy bárhol, hogy lehet szolgálni?
A legnagyobb szükségletünk az az önkéntesek számában van annak növelésében. Ugye mi egy ökumenikus szervezet vagyunk, tehát minden egyházból vannak önkénteseink, most már lassan ezt elmondhatjuk, talán egy-kettő van még, aki nem került az önkénteseink közé, de tényleg szinte minden egyházból van már önkéntesünk. Ez azért fontos, mert úgy tudunk minél több emberen segíteni, minél kevesebb pénz ráfordítással, ha önkéntesekkel dolgozunk. Ugye szeretnénk azt, hogy minél több pénz, amit az emberek adnak erre a célra, azt ne fizetésekre, ne infrastruktúrákra kelljen költeni, hanem tudjuk a lányok rehabilitációjára, a nők rehabilitációjára költeni. Úgyhogy rengeteg önkéntessel dolgozunk, ahhoz, hogy a munkánk növekedhessen, ahhoz pedig még több önkéntesre van szükségünk. Tehát a pénzügyi adományokon, az 1%-okon, meg mindenen túl, vagy tárgyi adományokon, hogyha valakinek valamilyen eszköze van, ami nem kell, és jó állapotban van, vagy bútora, olyanokkal is tudunk mit kezdeni, mi szinte mindig, leginkább az önkéntes segítségre van szükségünk. Most hány önkéntes van? Csak egy számot kérek. Jelenleg, a pontos számot nem fogom tudni megmondani, de 20 és 30 között van. Tehát ilyen 25-6 környékén járok most. Véget ért ez a kétórás beszélgetés, a mai és a múlt heti, és én nagyon remélem, hogy megtiszteltek még azzal, hogy eljöttök újra, és folytatjuk ezt a beszélgetést, akár majd a kiállításnak az apropóján. Egyetlen dolgot hadd mondjak a kedves tévénézőknek, lelkész úr többször elmondta, hogy senki nem szeretne prostituáltként élni. És azt gondolom, hogy benne van ez is, hogy senki nem szeretne úgy élni, hogy akár megcsalja a házastársát, vagy bűnös viszonyban, vagy bármi másba él. És nagyon sokszor éppen azért vannak ezek a korlátok, mert mi elutasítóak vagyunk, vagy mi éppen lenézzük ezeket a testvéreinket. És hadd mondjak egyetlen bibliai történetet, Jézus és a bűnös asszony történetét, amelyik meghatározó mindannyiunk számára, és amit olyan jó látni, hogy ma ez a két testvérem, vagy az elmúlt héten Soma is képviselt, az az, hogy Jézus odafordul az tönkrement életű elesett bűnös emberekhez, és azt mondja, én nem ítélek el téged, menj el, és többé ne vétkezz. És olyan jó volt hallani azt, hogy az se vetik ki a közösségből, aki újra visszaesik valami miatt, hanem ugyanúgy éreztetik velük a szeretetüket. Már adna az Úristen nekünk a hétköznapokban is ilyen szeretetet és ilyen türelmet, nem csak a prostituáltak felé, hanem akár szeretteink, gyülekezeti tagok, munkatársaink felé, hogy itt tudnánk egymásra nézni, és itt tudnánk egymást hordozni. Én nagyon köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és köszönöm, hogy ezen a nagyon nehéz területen ilyen hűségesen szolgáljátok az Urat, és minden kedves tévénézőnek Istentől áldott jó pihenést kívánok, és szeretettel várjuk a jelentkezéseket, igyekszünk mindenkinek segíteni a viszontlátásra. Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon áttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összeforrnak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Megtaláltalak, magamban megtaláltalak.